Ez a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja. A mai adásban Baumstark Tibor és Bognár Doma. És ezen a héten Matusz Krisztiánt, a Spiller TV kommentátorát köszöntjük nagy szeretettel, spanyolos témákkal és egy kicsit komolyabb témával is. Mint amit... a spanyolos. De nem angol focival. Kezdjük újra. Kezdjük. De, 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 de hogy kezdjük? Hét pillanatával kezdünk de akkor ne Spanyolországból induljunk, hanem máshonnan mondjuk. Tibi, szerintem ez a mese az jöhet az elejére. Igen, Tyler Adams az amerikai válogatott csapatkapitánya egy éves szünet után tért vissza, és nagyon szépen köszönöm Kuntominak az ajánlást, mert ő hívta fel a figyelmet arra, hogy egyrészt ugye a Nemzetek Ligája döntőt nyert az amerikai válogatott azzal, hogy Mexikót sikerült legyőzni, és ott ugye Taylor Adams egy csodagolt lőtt, hogyha valaki esetleg nem látta, azt mindenképpen érdemes megnézni. És a Bormusban is, ugye Kerkez Milos csapatában most először játszott végig meccset, és fantasztikus számokat hozott. A középpálya motorja volt, nyolc párharcából hetet megnyert, Úgyhogy abból a szempontból is szerintem érdekes, hogy a Bormuzban, majd itt az új csapatában, mert ugye a Leedsből most igazolt oda, mennyire lesz alapember itt a szezon hátra lévő részére, arra lehet tippelni, hogy hogy azzá fog válni. Másrészt pedig az amerikai válogatott szerintem egyébként nem csak, hogy csapatkapitánya, hanem kimerem jelenteni, hogy annak ellenére, hogy elég jó az az állomány, a legjobb játékosa is. Itt 7 8 pár harc van az adásmenetben. <laughs> egy, egy, egyet megnyert egynek a 7-8-adát. <laughs> Úgy, hogy sikerült. Hát az amerikai válogatottnál szerintem az utóbbi időben, amikor tudtunk, akkor beszéltünk róla, hogy mennyi ígéretes játékosok van, és Tyler Adams pont, amit mondtál, ez a jó szórá, hogy a, a motor. Tehát, hogy ha ott van egy olyan játékosod, akiben stabilan meg tudsz bízni, mint a magyar válogatottnál, mondjuk nagyádi, akkor ő nem fog kikerülni jó ideig, és hát pontkorban lesz arra a 26-os VB-re. Hát meg szerintem egyébként ami fontos itt az amerikai válogatottal kapcsolatban, hogy majdnem minden olyan játékosról, aki az amerikai válogatottban játszik, elmondható, hogy remek fizikai képességekkel játszik, nagyon atletikusak, nagyon gyorsak, nagyon dinamikusak, de azért Tyler -e nem szerintem még ebben több is. Tehát, hogy ő az, aki valóban jól olvassa a játékot, aki rendszerint a jó területekre mozog be, mert hát nekem pont ilyen típusú kétségeim vannak például Weston McKennie-vel kapcsolatban, aki egyébként jó szezont fut most a Juventusban, de azért mellé kell egy ilyen játékos, mint Adams. Pont ezt akartam kiemelni vele kapcsolatban egyébként, hogy az amúgy nagyon atletikus amerikaiak közül is szerintem kiemelkedik, és, és azért még kapura is veszélyes mindemellett. És nagyon jó a habitusa, én azt látom a mérkőzéseken, meg azon kívül is a megnyilvánulásaiból. Igen, hogyha valaki látta esetleg ezt a dokumentumfilmet, amit a vb ről forgattak, hmm. ott abban elég fontos szereplő Tyler Adams, és az is kijön pont ott az egyik sajtótájékoztató kapcsán, hogy milyen piszkálódó kérdésekre szerintem mennyire intelligensen válaszolt, hogy egyébként egy borzasztóan fejben is rendben lévő srác. Adams volt az, aki Na most, azt mindegy, ezt nem keverem ide, mert nem emlékszem, hogy ki volt az egészen pontosan. De okay. lehet, hogy ő volt az tényleg ezen a sajtótájékoztatón, akit próbálták ilyen nehéz helyzetben. Igen, igen, folyamatosan provokáltak gyakorlatilag, ja, és ja. nem ült fel ennek. És ez szerintem az ritka, hogy, hogy hogy valakinek ilyen önmérséklete van. Én meg a PL-sztorizmát láttam, mert ugye amerikai euh, propagandát nyomni kell, hogy nézzék ott is többen, hát egyre többen nézik tényleg a, a PL-t. De hogy ott is olyan volt, hogy nem az a szokásos, néhány sablon mondott, hanem úgy tudta kifejezni a gondolatait ö, önállóan, hogy látszott, hogy azt nem olvassa, hanem azt ott helyben gondolta ki az egészet. Úgyhogy azért is volt jó őt hallgatni. Meg ugye Yunus Musza, ha már fizikális képességek, kiemelkedő képességek, csak ő meg nem játszik, és Adams meg itt, hogyha valóban játszani fog, akkor az megint csak az amerikai válogatottnak egy nagy plusz. Következő hét pillanat, mm, legyen Bencé, és akkor maradjunk Angliában. 2017. augusztusa egy Wimbledon elleni Liga Kupa találkozó óta a Brentford most hétvégén a Manchester United ellen próbálkozhatott a legtöbb alkalommal, egészen pontosan 31 lövéssel. Az elmúlt hét év során. Ezt így kimondani is döbbenetes, pedig hogyha egyébként valaki ismeri Erik Ten Hag Manchester united akkor ebben semmiféle meglepetés nincsen. Ez a csapat minden egyes mérkőzésen az ellenfelek státuszától és játékától teljesen függetlenül folyamatosan minden ellenfélnek döbbenetesen sok lövési lehetőséget engedélyez. Tenhaga meccset követően természetesen, mint minden egyes héten, lenyilatkozta, hogy mivel sok nagy helyzetet nem engedtek, illetve a Brentford nem találta el sokszor a kapujukat, tulajdonképpen ő egyébként elégedett a nyújtott teljesítménnyel, ráadásul sok top rivál is megküzdött a Brentforddal, ez egy kemény csapat, a Manchester City is alig tudott nyerni. Hát jó, minden esetre én azért azzal dobnám vissza nektek a labdát, és az lenne a felvetésem, hogy azért így összességében rendben van-e az, hogy a Manchester United játszik egy meccset egy kiesés ellen küzdő csapattal, és az az ember érzése, hogy a Brentford irányít, az történik a pályán inkább, amit a Brentford szeretne, és 31 alkalommal próbálkozhat ez a kiesés ellen küzdő együttes, mondom még egyszer, a Manchester United-del szemben. Nem vagyok szakértő, de szerintem ez egy árkérdés. <laughs> hát és ráadásul tényleg, amit Bence is mondott, ez egy tendenciának a tökéletesen a sorba illő eleme, mert hogy a Manchester United tényleg ebben a szezonban amennyi lövést enged az ellenfeleknek, az biztos, hogy nem egy kívánatos szám sem a szurkolók, sem pedig Erik Tenhák számára. Én sem vagyok szakértője a témának, ezt nyugodtan elárulhatom, de azért azt látom, hogy a Manchester United milyen szezont fut, tehát ilyen szempontból nem mondanám. Persze a Brentford szezonját is figyelembe véve mondhatjuk meglepőnek ezt az adatot, de azért a tendenciákat figyelve hát a United bizony abszolút alkalmas erre bárki ellen. Hát meg egyébként itt a Brentfordot kiesés-ellenküzdő csapatként említette Bence, ami igaz, hogy ha a pontszámokat nézzük, de azért, hogyha a csapat minőségét veszük figyelembe, akkor ennél azért szerintem sokkal többre alkalmas. Thomas Igen, van. meg valaki kiemelte, hogy a City meccsel hasonlította össze, hogy már mint Hag a United meccsét, hogy ott is a City nem feltétlenül érdemelt volna a győzelmet, és akkor erre jött egy összehasonlítás, hogy ott is hasonló volt a lövéseknek és a várható góloknak az aránya, csak ott a City javára és a Brentfordnak volt nagyon kevés lehetősége itt, meg a Brentford javára, és a Unitednek volt nagyon-nagyon kevés lehetősége. Csak mutatom Krisznek, hogy ha kell bármi a jó. akkor, jó, akkor jó, tudja, jó. Itt, tudja itt nézni közben. Nekem az kell, hogy melyik legyen a következő pillanat. Hát Adié szerintem. Jó, legyen ádi. Most ebből aztán tényleg nem azt akarom kihozni, hogy én aztán megmondtam, de egy kérdéssel azért utaltam rá már néhány héttel ezelőtt egy másik műsorban, hogy uh, Sabi Alonso miért is akarná elhagyni a szezon végeztével a Bayer Leverkusen csapatát? És nem is feltétlenül azért, mert még nem nyert semmit a gyógyszergyáriakkal, inkább azért, amit maga is említett azon a sajtótájékoztatón a hétközben, amiben bejelentette, hogy marad a következő szezonra is Leverkusenben. Jelesül, hogy van egy normális szakmai stáb mellette, egy nagyon jó vezetői közösség, amelyben tényleg öröm a munka az ő számára is, és hát persze ki tudja, ha nem rabolják szét ezt a keretet mondjuk a nyáron, akkor a következő szezonban mit lehet kihozni ebből az együttesből, akár még az európai fronton is, de nem menjünk ennyire messzire. Az ötlet nekem sem magamtól jött azért teljes egészében. Derek Ré, a FIFA játékok és úgy egyébként a Bundesliga közvetítések nemzetközi kommentátora egy tweetben utalt ugyan erre néhány héttel ezelőtt, mi szerint például mondjuk egy évvel később akár a Real Madrid kispadja is felmerülhet már lehetőségként a számára, akkor most miért is akarna menni Münchenbe, amely tényleg egy mélykasnak hasonlít jelen pillanatban leginkább, vagy Liverpoolba, ahol Jürgen Klopp mellett azért sokan mások is távoznak a csapattól, ki tudja, milyen körülmények fognak uralkodni a klubnál a következő szezonban, és még ugye azt se tudjuk, hogy az FSG-nek mika a tervei egészen pontosan a klubba, úgyhogy Sábi jól van egyelőre Leverkusenben, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól van így. Hát szerintem ez tényleg az előző hét legfontosabb híre, és legnagyobb pillanata volt, és egyébként lehetett erre azért voksolni itt Derek Rém meg Ádin kívül is, hogy esetleg ez lesz a megoldás, mert pár hete volt Simon fesznek egy olyan nyilatkozata a Leverkusen sportigazgatójának, aki azt mondta, hogy ő biztosabban, hogy marad Sebi Alonso, és akkor nagyon sokan kinevették őt, hogy a persze, hát majd meglátod, hogy ez mennyire lesz így. De biztos, hogy azért volt folyamatos egyeztetés erről, még akkor is, hogyha a sajtó felé nem akarta ezt kommunikálni. Csábi Alonso szerintem is egy borzasztó, tökös dolog azt, hogy ezt bevállalta, és például Jürgen Klopp mondta azt a Brighton elleni meccs előtt, amikor kérdezték erről a sajtótájékoztatom, hogy ez arra emlékezteti őt, amikor ő Mainzban maradt, akkor, amikor már meg lett volna a lehetősége a továbblépésre. Egész egyszerűen azért, mert ő úgy érzi, hogy a saját fejlődése szempontjából erre van szüksége, és hát persze a vonzó a Liverpool meg a Bayern kispad, de azt az ember szerintem mindig maga kell, hogy felmérje. Hogy... Itt a kulcs, hogy a fejlődése szempontjából, nem? Tehát, hogy ö, egy ilyen szezon után, ahogy engelkedett a Bayern, de el tudjuk-e képzelni azt, hogy még egy ilyen szezont összehozzon a leverkusen -nál? veretlen szezonnál tartanak ugye most, még mindig, és hogy még egyszer ilyen halvány legyen a Bayern, amelyikben azért az alapanyag az továbbra is megvan, sőt egyre inkább megvan. Hát egyrészt, másfelől ugye a bajnokok rigája lesz ebből, akárki meglássa. <gül> Meg, <gül> me, me, <gül> én ezt megmerem, ezt megmerem most tippelni. És, és azért az egy más, más jellegű próbatétel Sebb Alonso számára is. És hogy vonzó ez a két kispad, nyilván az, de vonzó-e annyira, mint a Real Madrid-é? Ugye Ancelotti-nak 2026-ig él a szerződéssel, hogy Sebb Jalonszó benne? Nem de lehet, hogy ez is ott van mögötte. Tehát szerintem ez így összességében. Én nagyon nagyra tartom, ami a Csebi Alonszót, mert marad, mert ez egy projekt még, ami, ami, folyamatban van. Igen, egy olyan projekt, és egyébként szerintem itt van a kulcs, hogy amit itt a már említett Simon Rolfesszel együtt alakította ki, olyan játékosokat vittek oda a Leverkusenhez, akiket ő is jóvá hagyott, akiket ő is szeretett volna, nagyon szépen felépítették az egész keretet arra a játékra, amit Csabi Alonszó gyakorlatilag másfél év alatt csiszolt tökéletesre, úgyhogy ezt itt minden tekintetben a sajátjának érezheti, és akár sikeres lesz vele, mint ahogy most ebben a szezonban az, akár esetleg a következő szezon egy kicsit rosszabbul sikerül, ahogy itt említetted Doma, akkor is azt mondhatja, hogy ezek az én embereim, ez az én játékfilozófiám, az én játékképem, és azzal vagyunk vagy sikeresek, vagy kevésbé sikeresek. Hát, hogyha most ezt az idei évet nézzük, ugye összesen mennyi kilenc pont kell ahhoz, hogy, hogy meglegyen a bajnoki cím matematikailag is. Nem képzelhető el, hogy ez nem lesz meg. Tomás Tuchel gratulált gyakorlatilag az elveszített klassziker után ehhez. És ne felejtsük el, hogy német kupában a torony magas esélyes a Bayer Leverkusen, és ott lehet még egy Európa Liga is, ami szintén becsúszhat harmadik trófeaként. Hát... Itt akkor azért elég magasan lesz a létsz, hogyha az így ez így van, de pont ez egy nehéz időszakot is jelent egyszer, mint ugye a német kupa mérkőzés, aztán bajnoki, utána jön a vesztem elleni Európa Liga párharc, azt hiszem ott a Stuttgarttal is játszanak abban az időszakban, talán a Dortmunddal is még. Tehát, hogy itt lesz egy néhány hét, ami nyilván nem határozza meg a szezon, mert én is azt gondolom, hogy ez a pontszám ez meg lesz, de talán megmutatja, hogy ennek a akár hármas terhelésnek hogy tud pillanatnyilag megfelelni a Leverkusen. Azt írták, hogy igazából eddig nem hozott döntés, csak itt a válogatott szünetben volt egy kis idejük, például rollfesszel leülni. Uh -huh. És azt, tehát, hogy olyan nagyon összeszedett, és ha a számító az nem jó szó, de most nem, nem jut rá eszembe jobb szó, de hogy, de hogy tényleg nagyon kiegyensúlyozott Csábi állomzó, és el tudom képzelni, ez simán, hogy ő eddig még nem döntötte ezt el, és most, miután beszélgetett róla erről, amit mondtál, itt döntötte el, hogy jó, hát itt, itt tényleg nagyon kényelmesen érzem magam, és kényelmesen vagyok ebben a pozícióban, de én továbbra is azt érzem, hogy most vannak nyitva az ajtók, és jövőre nehogy bezáruljanak. De egyébként Csabi Alonso számára lesz olyan pillanat, akármi is történjék a következő szezonban, amikor ezek az ajtók végleg bezárulnak? Szerintem nem. Hát a Liverpooli, az ugye, szerintem igen. Hát figyelj, azért hát csak nem... csak nem nyúlnak nagyon mellé. Hát ha nem nyúlnak nagyon mellé, mert hát azért az elmúlt évek szerintem azt mutatták, hogyha egy olyan hosszabb ideig ténykedő edzőnek a helyét kell átvenni, aki ráadásul nagyon sikeres is volt az adott klubjánál, akkor annak nagyon-nagyon ritkán az az eredménye, hogy pontosan ugyanúgy halad minden tovább. Tényleg említsetek, nagy utáni, most hogyha csak az angol csapatokat nézzük, akár egyetlen egy olyan edzőt, akinél megmaradt ugyanaz a szintet. ugye... Hát talán Moyes. Ő nagyon jó példa, meg Emery is a Wenger utáni arzenálnál, de én nem rájuk gondoltam <laughs> első körben, de, de egyébként tényleg, hogyha most itt a hosszú időt Ancelotti Milánja után is nagyjából szerintem ugyanez volt a helyzet. És, De hát ez annyi kevés ilyen nagy korszak van, hogy nem lehet általánosítani, és azért mondom ezt, mert ugye ha, ha mögötte rendben vannak a pozíciók, tehát itt általában arról volt szó, hogy valaki leuralt egy egész klubot, Wengernél és Fergusonnál igen, például, ha csak a innen, innen ö, indulunk ki, és a Liverpoolnál meg, mi ez március volt, már április van, és már megvannak azok a pozíciók, amiknek ha be vannak töltve, akkor abból lehet hosszú, hosszú távon építkezni. Tehát én azért mondtam a, a nyitott ajtókat, Na mond. Csak ezek gondolkoztam, hogy elkezdtek építkezni a Liverpoolnál, visszahozták Michael Edwards, és azt mondta a Csábi, hogy velük nem dolgozik. <gül> <gül> ez így már azért sok. Logikus. Ö, hogy a, a, nyitott ajtókat csak ezért mondtam, mert ha az, az edzőkeringő, ez nem úgy működik, hogy te edző vagy, és kiválasztod azt, hogy hova szeretnél menni, hanem ha jó edző vagy, akkor lehet, hogy leváltják az előzőt, még úgyis, ha nem bukik meg, de az, hogy jövőre a Bayern és a Liverpool edzőt keressen arra kicsi az esély, az, hogy a Real Madridnál mi lesz, az megint csak elég labilis. Tehát, hogyha jövőre ott vagyunk, hogy kevésbé sikeres Csabi Alonso szezonja, lehet, hogy bármilyen kényelmes is neki a szituáció, talán kevésbé szívesen menne, most mondok valamit a chelsea vagy, vagy egy olyan csapatba, ahol nem játszott korábban, ami nem olyan kényelmes terep a számára, de tehát ezt abszolút ő hát tudja. Hát sok ilyen nem is maradt egyébként a felsoroltakon kívül. Reál hogy edzője lehetne, de... Aztán ennyi, de én hát azt a gondolom, és... érdekében én a Leverkusen után oda mennék. <laughs> Minden esetre... Egy BH csapat. Én szerintem lesznek ott ö, nyitott ajtók, akár így, akár úgy. Legfeljebb olyan ajtó, ami még nem sétált be játékosként sem. Így van. Lépjünk tovább. Krisza, te hétvégét pillanatára, mert nyilván minden hétvégén a La nál halhatnak a nézők, hallgatók, és most is volt szórakoztató meccsed. Igen, mondhatnám Rodrigo dupláját egyébként, mert neki és a Reálnak is ez nagyon fontos lehet a szezon hátralévő részére. De nem ezt mondom, hanem amikor majdnem úgy izzadtam, mint, mint itt most, a Barcelona-Las Palmas mérkőzésen volt egy meg nem adott gól, és hát ott szenvedtem, hogy miért nem adták meg azt a gólt. Ugye nem tudom, hogy aki nem látta annak a kedvéért, megpróbáljam meleírni, Vagy ez bonyolult? Szerintem rajzolj le. Rajzoljam le. Hát, hát, hát nem, nem a jól. embere vagy. Ségért. Nem Nem, nem, lesz nem ez járnának ez jól. jól ö, sem ti, sem azok, akik ezt nézik, hallják. Szóval Rafinha több méteres lesen volt. Előre rúgott labda, de nem az irányába. Lewandowski rástartol, megdolgozza a védőt, aki... Én először úgy láttam, hogy Lewandowski játszotta meg rafinha aztán a lassítások alapján kiderült, hogy a védőről került oda a labda, Rafinha annak rendje módja szerint berúgta. És visszavonták a gólt. Nyilván volt egy szabályváltoztatástán két évvel, szűk két évvel ezelőtt ennek kapcsán. Most már, hogyha szándékosan játsza meg a védő a akkor nem kell megadni az ilyen igen, gólokat. Függetlenül attól, hogy ügyetlenül játszottál meg a védő, vagy, vagy nem, de hogyha szándékában áll megjátszani, akkor, akkor a mozdulata el... a labda megjátszására irányult. Igen, igen. Hát itt megpróbáltam a talpal meghúzni, de én tényleg ott vértizzadtam, miközben próbáltam követni a játékot, hogy rájöjjek, hogy mi lehet a helyes megoldás, de nem jártam sikerrel igazából. És vártad, hogy a füledre szóljunk valamit, de mi is pánikszerűen néztük, akkor nem mi, vártam, mi nem. Nem. Azért ahhoz már ér, hosszú évek Igen, -e, hogy tudjad, hogy mit Hogy, hogy, hogy te, segítséget te. nem kapsz. Egy kezet vártam, ami nyomja jel, így a fejemet, tudod, a víz Most Az azt aztán nem jösszki, igen, És megtámaszkodtál, nem. igen, hogy ha jön, akkor, akkor ne legyen olyan könnyű dolga a kéznek. Igen. Szóval ugye nem volt egy Futball történelmi pillanat, de számomra nyilvánvalóan ez volt a hétvége legérdekesebb szituációja. Előveszük még az összefoglalóban majd. Aki előtte hallgat minket, az néze. De beszélünk majd egyébként a Barcelona Las -ról is ebben a műsorban. Kezdjük azzal szerintem, Jó. hogyha, mert én akkor későbbre hagyom a hétvégén uh -huh. pillanatát, mert ugye azért is izgalmas volt ez a meccs, mert hogy Garcia Pimienta lett a Las Palmas edzője, és azért kevés olyan csapatot látunk. Tehát, hogyha arról beszélgetünk, hogy egy edzőnek mekkora hatása lehet egy csapatra, akkor most jelen pillanatban szerintem ezt a Las palmas hoznánk föl példaként, mert uh, ilyen gyenge kerettel ilyen jó eredményt elérni. Most hirtelen említeszem be Európában olyan csapat, ahol magasabbat uh, emelne a, a, csapaton egy edző, mint amilyen a Las Palmasnál történik. Mondhatnánk a Leverkusen, de ugye ott uh, ott talán még egyel több éve volt Csabi Alonzónak, vagy ő is. Hát előző szezon közben szállt be. Akkor mégsem, bocsánat, akkor, akkor nagyon hasonló a helyzet, de hogy Garcia Pimienta azt a focit, amit ő a Barszánál elkezdett, ez a labdatartásra épülő, és hát az döbbenetes volt a felvezetésben, az Athletic cikke alapján pont sikerült egy statot találni, hogy a kapus, vályez 600, nem tudom, 630-szor nagyjából ennyiszer ért labdába a 16-oson kívül, és a második legtöbb ilyen a La az több mint 400-zal kevesebb szer a kapusok közül. Hát ő a, rosszul mondom, ő a katalán postekoglú gyakorlatilag, nem? <laughs> hát mondhatjuk ezt, igen. Hát ugyanúgy, labdabirtoklós játék, és, nagyon magasra tolt védelemmel. És itt is volt egy kiállítás. Nagyon sok rövid passz Itt is volt egy kiállítás, és itt sem változtatta meg annyira a filozófiáját, mint amennyire ugye emlékeztetünk arra családziér. a Chelsea meccsen. Uh, ja. Igen, tehát uh, mondjuk hozzátartozik a teljes képhez, hogy a Las palmas történelmileg nem idegen ez a, ez a fajta labdabirtoklásra alapuló stílus. Hogyha hát, ilyen... Várjál gondolom a Las Palmas <laughs> Oké, okay, megvagyok. Na, okay. meg vagyok. Na, oké. Szóval kikeszett ilyen, hogy nem menjünk nagyon messzire, amikor ott dolgozott még, ha, ha jól emlékszem, Egyébként lehet, hogy kiesésbe torkolló. Szentjén is volt ott. Hát, Nem Szentjén volt, de szerintem ő volt. A mindegy, Aha. egy kiesésbe torkolló ö, időszak volt az, de a labdabirtoklás az meg volt egy gyenge kerettel. És, hát Garcia Pimienta nyilván többre vágyott, tehát én úgy hallottam, hogy ő neki a Barcelonánál bizonyos vezetők belengedték azt a lehetőséget, hogy lehetne ő kúman, Helyet, vagy az ő távozása után, tehát azon a környéken uh -huh. valahol, szerintem nem Savi helyett, hanem Kúman helyett. Jól mondtam, ugye? 2015-től 2017-ig hát. volt. ilyen? Igen. Akkor még doma, tudod. Igen, még meg sem született. Igen. <laughs> <laughs> És hogy belengedték Garcia Pimientának azt a lehetőséget a vezetőség részéről, hogy, hogy esetleg lehetne ő a szakvezető, de nem őt választották. Akkor jött Kuma, most már egészen biztos vagyok a sorrendiségben, és utána pedig Laporta lapátra is tette őt, tehát számára ez egy nagyon nagy kiugrási lehetőség. Viszont egy picit ők talán megakadtak most, tehát ő jövőre jár le a, szor, a szerződése 25-ben, és egyelőre nem hosszabbított, mert azt mondja, úgy érzi, hogy lehet, hogy egy kicsit a lehetőségeik határát súrolják most már. Ugye a játékosokat is nyilván értékesíteni fognak majd. Úgy érzi, hogy lehet, közül. hogy megint ott lehet számára a És ugye a másik, úgy. hogy savi bejelentette, hogy távozik. Persze akkor is van még egy év a szerződéséből, de nem tudom, hogy erre mennyi az esély, de az biztos, hogy bár ne, olyan mértékben, mint gondolhattuk, esetleg nem húzta a kiállítása, keresztbe a terveket, de nagyon érdekes lett volna megnézni úgy ezt a két csapatot egymás ellen, hogy mind a kettő imádja a labdát, ugyanazt a stílust játsza, és hogy mennyire tud a Barcelona felülkerekedni. Hozzáteszem, az első bő 20 percben felülkerekedett azért, amíg 11-11 ellen voltak pályán. És utána is a zseni döntő, João Félix Passa. Ugye, hogyha itt szembeállítjuk a neveket, akkor jön ki az, hogy miért tartott a Las ahol a valaha volt nagy ígéretek, de minden szezonban valahova vándorolnak. Sandro Ramirez, meg Munir El Hadadi, és tényleg nem is tudom, tehát hogy az ilyen, ilyen neveket még simán leigazol. Na, mondok egy a... nevet azok kedvéért, akik, akik a Las nem követik olyan szorosan. Én nem véletlenül néztem le, mm. Hogy uh, molero. Köszi, majd fel írom. Észper, molero. Nem, Ugye, emlékezzünk rá majd néhány év múlva. Poszt? Aztán lehet, hogy uh, Széges. Hát, szíves, támadó középpályás, ezt mondanám inkább. Ő most a, a gyöngyszem a Las Palmasban, az új Pedri, akit a Barcelona már kerülget állítólag. Úgy, az, az új, az Pedri. Hát ne, nem <laughs> úgy értem. Kórháza a, 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 19 -e. éves játékosnak a, az új verziója. Igen, igen. Hát, <laughs> kiből lesz az új Jamal? Pénz, igen. igen. <laughs> Valami mozartos beceneve van, nem? Hogy nem olvastad ezt? Ez mi egy is? fontos információ, de szerintem tud tőle. Főleg így, hogy tudod is, és eszedbe jutott. Na, tehát tényleg óriási különbség van azért, és uh, Sávi, nagyon érdekes, biztos szóba került volna, de akkor megelőzöm, hogy, hogy amióta bejelentette, hogy az idény végén távozik, azóta nem kaptak ki, és most, most már tíz tét meccs ez. 8 bajnoki, ha jól mondom. Tehát, hogy uh, nehéz nem összefüggést keresni. És uh, hát egyébként most nyilván itt uh, az összefüggés az abban is megállhat, nem? Hogy nem feltétlenül csak a csapat, hanem ő maga is megkönnyebbült, és hát ez, nem tudom. Ez a, nem... Hát, figyelj, megint nem volt ott a kispadon, mert az Atletico ellen újra elküldték. Több csak hogy több a... piros lapot, meg lapot kapott, mint a egész játékos ja. Rövid, rövid játékos pályafutás. Jó, de hát, hát egész ő dolgozik a csapattal, és hogyha mondjuk ő nem frusztrált, vagy ő nem olyan uh, feszültség alatt áll, mint korábban, annak azért csak van hatása a csapatára. Ez a bármit is. megmersz húzni, mert nincs -e rajta nyomás? Hát egyrészt, másrészt, meg tényleg ez, amiről beszélek, hogy az edző folyamatosan kommunikál a csapattal, folyamatosan kommunikál a játékosokkal. Tehát, hogy te is befeszülsz, hogyha hozzád, aki folyamatosan beszél, az az feszült. Tehát, megyük uh -huh. csak erre gondoltam elsősorban, hát az az hogy, az... hogy. Ez a piros lap támasztja alá, hogy amúgy is feszült. Tehát, igen, de abban megvan Hogyha onnan közelítünk, Anceló beszélt erről, hogy hogy szerinte Sávi közlendőjének az volt a lényege, hogy őket felszabadultabbá tegye, és így ilyen aspektusból figyelve sikerrel járt. Olyan nagy plusz húzásai nem volt a Kubárszit már előbb tolta a csapatba, bár hozzáteszem, hogy azóta meg mindig játszatja, tehát hogy Pont ez az, ahol nem mindig látok következetességet, és itt érzem azt, hogy, hogy lekerült úgymond a bék, jó, és, és most senkinek nem enged beleszólást, és ezáltal az, hogy éppen ki hogyan játszik, tehát az, hogy Rafinhát átküldte a bal itt az utóbbi hetekben, Joao Félixnek sokkal kevesebb játék lehetőséget biztosít általában, mert aztán meg jön egy fontos meccs, és akkor hirtelen megint megvarjálja, hogy ki játszik. Ebben nem látom a következetességet egyrészt, másrészt meg ebben látom azt, hogy kicsit tényleg lekerült róla ez a teher, de Joao Félixet is azért említem meg, mert ő volt az, aki a zseniével ezt a meccset tulajdonképpen eldöntötte, és borzasztó nehéz azt látni, hogy mi lesz az ő sorsa. Tehát így, hogy próbálta óvatosan a gól örömét előhozni mm. a metropolitánóban, az valahol arra engedett nekünk következtetni, hogy még akár az atlétikóban is lehet ez a jövő, de hát közben meg most már tényleg annyira lecsökkent az értéke, úgymond, hogy, hogy egy olcsóbb igazolás is lehet. Potomért vihető. Igen. De Egedi Gabinak nyilatkozott egyébként ott az Atletico elleni mérkőzés előtt, és azt mondta, hogy nyilván az Atletico szurkolók iránti tiszteletből nem, hogyha a gólt szerez, nem kíván ünnepelni, vagy nem úgy, mint tette azt Majd a hazai nem mérkőzésen. Nem nem mérkőzésen. De itt hát itt visszafogott volt azért, én azt gondolom. A hazain ott, ott mondta, hogy ösztönösen megünnepelte a gólját. Hozzáteszem, Nagy hogy messzi óta nem volt olyan, aki szerintem. Joao Félix az atlétikus szurkolók felé és vissza. Tehát így nagyjából ugyanannyira tisztelik egymást. Hát Griezmannnak nehezebb volt az útja visszafelé, azt gondolom, hogyha abban igen? gondolkodunk. Hát igen. Tehát, hogy őt úgy rühelték, amikor elment onnan, és, és látott, kivívta a tiszteletet, meg a szeretetet. Meg Jó, de hát fontosabb ]ának. szereplője volt az átletinek, hogy az ott töltött Ez évek, van. meg az ott letett teljesen. Nyilván azért miatt. is fájt a távozása, meg az, hogy ő elmondta, hogy mennyire szeretett volna egy olyan klubban játszani, mint a Barcelóban. Hát meg ö, megszámolhatatlan mennyiségű videó készült arról, hogy marad előtte, még így előtte. van. Így van, így, van, így, van, így elég, van. az sem segített. Úgyhogy, hát, ugye a nehézség az, Cancelo esetében is, nyilván, hogy szeretnék ők, hogy maradjanak, szeretné a klub is, hogy maradjanak, de mi bű? Ugye? Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy hogyan tudják megvalósítani. Nyilván És a... Csavi, mi bű? Maradhat? A. Hát. Most minden jel arra hogy... felvetődött ez a... a, a, hát a, hát a nagyon, nagyon a sorozat miatt szerintem. Nagyon nyüstölik, hogy maradjon, meg hogy folytassa a munkát, ő folyamatosan tagadásban van, vagy elutasításban van egyelőre. Ez még hogy... a gyász első fázisa akkor. <gül> <gül> Azt eh, tartom én valószínűbbnek, hogy valamilyen pozíciót kap a klubnál, és ott marad a Barcelona kötelékeben. Hát ezt már felajánlották neki. Így van. Tehát, hogy a névleges lehet zászlóvívő... Valami ilyesmi. Hát egyébként az, az azért szerintem egy viszonylag jó forgatókönyv. A Barcelona meg Sevis meg számára is, mert azért olyat láttuk már nagy hogy ha valaki ott marad kéznél, akkor ha mondjuk úgy alakul, mondjuk négy-öt év múlva, vagy akár három múlva, hogy... Másfél. <laughs> ja, igen. Hát simán. Hogy, de lehet... ha van egy köztes ember, oda hozzák hát valakit, valaki. valaki. Ted szó Lász... nem... lesz a Barca te... edzője, é, és így, akkor... Igen. Nem hogy más nem nézünk, akkor... Például mondjuk a Dortmundnál Terzics nagyon hasonló, akit ott tartottak, és ö, neki is egyébként úgy sikerült megtalálni az új szerepkörét annak idején, amikor Márko Róze lett a Dortmund edzője, hogy azt mondták, hogy azért nem lehetetlen, hogy, hogy majd még, még egyszer megkeresünk egy ajánlattal. Kicsit sértő, Csavira néző szerintem ez a Terzics összehasonlítása. Hát, Világ valaha volt egyik legjobb középpályása, és ugye egy szurkolóból lett... Tréner, de nem, nem ellen szólva, hanem Csavi mellett inkább. Ja, én most nem a kettő edzőnek értem, a értem, képességeit értem. mértem össze, hanem két nagy klubról beszéltem, amelyiknél megtörténhet nagyjából értem. ugyanaz. az. Abban egyetértünk, hogy a BL szereplés itt még sok mindent meghatározhat? Pont ezen gondolkodtam, miközben ez a téma előtérbe került, hogy, hogy mi van, ha bejutnak a BL döntőbe? Mi Erről az ágról. Megjövők? Mi van, ha megnyerik? Hát onnan már csak egy lépés, ugye? <laughs> Tehát igazából, um, hogy, az, hogy, az, teljesen új helyzetet teremtene. Meg aki utána jön, annak milyen perspektívái lesznek onnantól kezdve. Tehát, hogy uh, emlékezhetünk, amikor Guardiola leült a Bayern kispadjára, hogy, hogy egy csúcson lévő csapatot vett át, és folyamatosan ütötték, verték, mert azt hiszem három BL elődöntőre futotta neki csak ugye a hazai diadalok mellett. Hát és egyébként abban is megáll a párhuzam, hogy ott is már az tudva lévő volt, Így hogy Henk kezd távozik Így van. a szezon végén. Tehát, hogy uh, nyilván az akkori felszabadultság is elképzelhető, hogy szüksége ahhoz, hogy ott abban, abban a szezonban triplázzon a Bayern. Ja. Van még ez valami? Nem. Jó, akkor lépjünk Orintottal tovább. Legyet. Ámen. Az enyém az kicsit szomorúbb a hétvége pillanata, de ezt a témát most már nem akartam kihagyni, mert kerülgetjük itt, mint a forrókását, és kicsit ö, utána néztem, hogy mi is történik téren. De pont a hétvégén megint volt két olyan eset Spanyolországban a rasszizmust illetően, ami újra középpontba helyezhette a témát, nem mintha nagyon le lett volna a söpörve itt az asztalról. Volt itt egy Hetafe Sevilla meccs, ami Hát, hogyha ránézel erre a párosításra, akkor már tudod, hogy ö, sárgalapok tömkelege. És, itt, és golzápor. És golzápor természetesen. Hát itt nem volt igazán sok sárgalap, de aztán mivel a Sevilla vezetett, Ramos ezért a lecseréléseknél nem siettek annyira a Sevilla játékosok, és ebből lett egy nagy összeveszés, mert Marcos Akunya annyira nem akart lemenni a pályáról, vagy szépen lassan hátrafelé ö, pókjárásban. És akkor őt majmozták a szurkolók, és Kike Sánchez Flores pedig a Sevilla edzőjét cigányozták, ami hitánó azt hiszem spanyolul, de, de hogy megint egy olyan dolog, ami ugye fölkorbácsolják a kedélyeket, és akkor előjön ez a, az állat a szurkolókból, és ami még szomorúbb, de, de ott elég komoly történéseknek lehetünk szemtanúi. Volt a harmadosztályban egy Rayo Mahada Honda Sestao mérkőzés, a Sestao otthonában és a kapust Cseik Szárt végig rasszista inzultusok érték a lelátóról, és a 87. percben úgy döntött, hogy akkor ő most nem hagyja magát, és kiszemelte magának az egyik szurkolót, és fölment a lelátórát, harmadosztály. A játékvezető őt kiállította, de a meccset folytatni akarták, és akkor úgy döntöttek a Mahada Honda játékosok, hogy levonulnak a pályáról, és félbeszakadt a mérkőzés. Úgyhogy megint felerősödtek azok a hangok amik itt az elmúlt hetekben Vinicius Junior kapcsán a legerősebbek már. Ugye arról sem beszéltünk, hogy az elmúlt hétfőn, hát nyilván már az adás után történt az a sajtótájékoztató, amelyiken elsírta magát Vinicius Junior, mert hogy úgy érzi, hogy tehetetlen, miközben ő csak focizni akar, a rasszizmus ellen nem veszi föl annyira a harcot a spanyol szövetség sem, a sem, mint amennyire ő szeretné. Ugye pont az a hétfőesti barátságos válogatott meccs, a Spanyol-Brazil a Bernabeu-ban, nagyon-nagyon régóta le volt már szervezve, tehát hogy ez bőven a, a szezon előtt már leszervezték ezt a barátságos meccset, annak jegyében, hogy fellépjenek a kirekesztés és a rasszizmus minden formája ellen. Ennek ellenére olyan információk érkeztek, hogy nem igazán állt bele a Spanyol Szövetség, mármint az RFF, és amit terveztek, hogy majd a rasszizmus elleni ügyekre ők pénzt próbálnak gründolni, hát egy fillér nem ment semmiféle rasszizmus ellenes szervezetnek, ami megint csak nagyon furcsán jön ki. És az egészben most ott tartunk, hogy tehát ami, ami itt az izgalmas a háttérben, hogy a La Liga azt mondja, hogy ők nem Tudnak semmilyen uh, szankciót hozni ezekben az ügyekben. Mert Spanyolországban úgy szól a törvény, hogy van egy polgári törvény, az erőszak a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia megfékezésére a sportban. De erről az ügyészség dönt, a Laliga pedig csak jelenteni tudja azokat az eseteket, amik történnek. És miközben azt látjuk, hogy a laliga-nál plakátokon műsorokban, mindenhol. Hát az előző fordulót előző ennek szentelték. Igen, igen. Mindenféle igen. külsőségben. Miközben ennek szentelik, és tényleg próbálja fölvenni a harcot, Tebas is a rasszizmus ellen, a közben valódi eszköze nincsen a Ligának, és igazából a ligáknak sincsen arra, hogy megbüntessék ezeket az embereket. És minden azon múlik, hogy hogyan dönt az ügyészség, akiknek továbbítják ezeket az eseteket. És Viniciusnak is az volt a legnagyobb baja, és az a továbbra is a legnagyobb baja, azért sírta el magát, mert úgy érzi, hogy aki bűnös, az nincsen valójában ö, megbüntetve. Hú, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz ügy. Ö, hát vannak egyértelmű részei, tehát azért ezt szögezzük le, hogy ö, tényleg úgy gondolom, hogy a rasszizmusnak semmiféle megnyilvánulását nem szabad eltűrni a stadionokban, sem meg máshol sem. De... Um, azon szoktam gondolkodni, hogy amikor, amikor a, a gyermekei halálát kívánják valakinek, hogy az, az kevésbé büntetendő-e. Ugye Vinicius még nem apa, de, de az ő halálát kívánták már éppen a közelmúltban, tehát hogy éppen valamit skandáltak neki. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy egy csomó olyan dolog van, ami miatt, ami miatt büntetni kéne. Másfelől, én most Donátó nyilatkozatát olvastam, aki ugye brazil, színesbőrű Brazilból lett spanyol válogatott játékos, a Betis volt kiváló futbalistája, és ő azt mondja, és ez egy érdekes felvetés, hogy, hogy ő sok évet élt, vagy sok éve él a Spanyolországban, nem rasszista ország. Vannak rasszista emberek, de alapvetően ezek a megnyilvánulások a nézőtérről arról szólnak, hogy a játékost, ha mondhatom ezt, ott üssék, ahol a legjobban fáj neki. Sőt, karváhális is ezt mondta, és Spanyolország szerintesen sem rasszista ország. Mondjuk az az, az érv, hogy nekem is vannak színesbőrű barátaim, az nem feltétlenül állja meg a helyét. igen, de hát ez nem. De, de hogy ha olyas valaki mondja, aki részese volt ennek, mert hogy azt mondta, hogy ő is kapott hideget-meleget, volt, hogy mosolygott rajta, mert úgy érezte, hogy ez a legjobb. Igen, és idehozhatom, hogy az a másik érve, amit még sokan föl hozni, hogy csak a Real Madridot, hogyha nézzük, ott van Rodrigo, ott van Bellingham, ott van Rüdiger, ott van Militao, színesbőrű játékosok tömkelege. Hogy lehet az, hogy őket mégsem bántják? De akkor itt kell szerintem a legfontosabb dolgot szétválasztani, mármint csak itt a rasszista bekiabálások tekintetében, hogy az, hogy te hogyan viselkedsz, és arra mi a szurkolói reakció, az nem jogosít fel arra, hogy te rasszista bekiabálásokkal élesd a játékosokat. De ugyanitt föl tudom hozni a 2022. decemberi ügyet, amikor madridi ügyészek elvetettek egy olyat, hogy az Atlético meccse előtt a skandálás, ami Vinicius Junior ellen ugyanilyen rasszista skandálás volt, azért vetették el, mert néhány másodpercig tartott, és csak egy óriási rivalizálás keretein belül, egy foci meccsen történt, úgyhogy azt mondták a bíróságon, hogy nem az érintett személy méltósága elleni bűncselekmény. Hát szerintem itt van azért valahol a, a lényeg, és ezzel attól függetlenül, hogy én is ugyanígy gondolkodom, amit mind a ketten ti is mondtatok, szerintem ketté lehet választani azt, amikor egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember meggondolatlanul a zsigeri düh, vagy, vagy éppen aktuális indulat megnyilvánulás kapcsán mond valamit a másikra. És ez ugye nem csak bőrszínre vonatkozhat, hanem. lehet uh, a... a igen, de. Mehet hát egy a, csomó minden van. A, a nevére, hát azért mit kapnak a, a futbolisták? Igen, de... A súlyára, a, a, a szemeire, az akármire. Tehát, hogy ez pontosan ugyanarról szól, ugyanabból táplálkozik szerintem. Uh, és szerintem nagyon ritka az, az eset, amikor ez úgy néz ki, hogy az Atletico szurkolók előtte hazamentek, megrajzolták Vinicius Juniornak a családfáját, és akkor az alapján mondta, hogy na, akkor mi, hogyha majd szídni fogjuk őt, akkor ezért fogjuk szídni. Hát Tehát a... az, nem az átgondolt... szurkolók pont túlmentek azon a, a, hirtelen felindulásból elkövetett, nem tudom, skandálás határát. de, ezt a kettőt szerintem nagyon édesen a határ. hát ezt a nagyon élesen külön lehet választani. Csak Amikor... akkor meg Vinicius szempontját is meg tudjuk érteni, mert lehet, hogy elszigetelt minden stadionban más mondja neki ezt, de ő minden meccsen ezt hallja és hát, ezt kapja. De egyébként ez egy jogos felvetés szerintem, hogy miért ő. Nyilván egyrészt azért, mert egy ragyogó futbolista, tehát azért azt leszögezhetjük, hogy félnek tőle, mindig az kap, akitől tartanak, tehát ez, ez, teljesen egyértelmű. A másik szerintem, hogy, hogyha megnézed csak Rodrigót meg vinicius -t. Hogy, hogy honnan jött az egyikük, hogy milyen habitusú, hogy honnan jött a másikuk. Szerintem másként szocializálódtak, másként tudják ezeket a helyzeteket kezelni. És talán nem is lehet ezt uniformizálni, hogy mindenki ugyanúgy kezelje. Én azt nem tudom, hogy klubon belül egyébként hogyan, hogy, mert Ancelotti kifelé mindig megvédi vinicius -t. De én azt remélem, hogy azért edukálja a, a házon belül. Tehát én a... Melyik volt a válogatott meccs előtti bajnokiuk? A, 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 lehet, hogy éppen a Osasuna-val játsz... játszottak, és az első fél folyamatosan reklamált sárgalapot kapott, ugye ezért nem is játszott az atletik ellen legutóbb, de úgy jött ki a második félidőre, hogy az összes, az összes szabálytalanságot, pedig volt belőle bőven, amit kapott, szó nélkül tűrte. Tehát én, én azt gondolom, hogy azért a háttérben remélhetőleg dolgoznak azon, hogy ő, hogy ő ne álljon bele mindenbe ilyen harsányan, mert önmagában már ez a játékstílus a sok cserre épülő egyegyező játékstílus, amikor, amikor oda csapnak neki, az már egy konfliktus forrása fogalmazhatok így. Mert ezek a játékosok sokat kapnak nézőtérről, az ellenfelektől egyaránt, és hogyha ő indulatosan reagál minden egyes szituációra, akkor még inkább célpont lesz. És hogyha ezt nem tudja kezelni érzelmileg, akkor még inkább célpont lesz, mert mindenhol az lesz, mert látják, hogy ez vele szemben működik, sajnos. És ez innentől kezdve egy, egy véget nem érő folyamat. Hát úgy tűnik, hogy azért ennek még úgymond lehet folytatása. Tehát az Elszadár az pont egy olyan helyszín, ahol azért be tud pörögni a, a közönség, és abszolút előjöhet belőlük ez. De hát akkor tényleg csak az utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy meg lehet-e fékezni ezt a fajta rasszizmust? Amikor... De meg te lehet te... azt fékezni? Most uh, tudom, hogy nem lehet egyenlőség jelet tenni. De meg lehet azt fékezni, hogy hogy telitorokból szidják a játékosokat? Tehát most tudunk, amit tudunk, vagy tudni vélünk, de Greenwood kapcsán például. Tehát amit ő kapott bizonyos helyeken itt uh, Spanyolországban, egyébként, ha csak megnézzük a Real elleni meccset, hogy Bellingham hogy rugdosott neki oda, meg hogy lépett oda, hogy az fájjon, de a nézőtérről főleg. Szóval azért, mert bár visszavonta a feljelentést, ha jól mondom, a, a barátnője, de hogy kvázi családon... egyesség, történt, egyesség igen. történt, de hát családon belüli erőszak történt. Hogyha ezt... Igen, hát ami, dokumentált, igen, ami meg. dokumentált. És ő valami brutális, hogy mit kap ö, a, a lelátókról. Tehát nem bűnhődött meg azért, amit tett, azt nyugodtan mondhatjuk, de, de hogy ő ezzel együtt kell, hogy éljen. És nem Viniciusnak ezzel a rasszista megjegyzések tömkelegével nem feltétlenül, de azzal biztos, hogy együtt kell, hogy éljen, hogy kapni fog a lelátóról hideget-meleget. És nem vagyok benne biztos, hogy ő ezt elviselni. Tehát, hogyha nem rasszisták ezek a megjegyzések, ő hát akkor amúgy van is... van itt egy nagyon jó, jó párhuzam, mert nagyon kedvelik a... Vagy kedvelik, hát a, nagyon sokszor halljuk a spanyol lelátókról ezt a... XY muerete, azaz döngői meg. Igen. Tehát, hogy konkrétan egy ez, egy a... ez a... Egyébként ez a hittánó is egy érdekes történet, mert én nem magamtól, de Farkas tudom, hogy ott egészen más ennek a szónak a, a jelentése, mint uh -huh. itthon, mert ugye Joaquin is viccelődött ezzel. Nem tudom, hogy megvan-e. Nem emlékszem. Hát mondott egy ilyet, hogy hogy, ő beszólt valakinek, hogy nem tud volt rúgni, mert az ellenfélnek az én, aki a kapu előtt olyan vagyok, mint a, nem tudom, a cigány az unoka testvérei nélkül. Hát úgy be szarva, vagy valami ilyesmit mondott Joaquin. De hogy, hogy, ott én kérdeztem, hogy ezt elviselik, hogy, hogy nem, nem kap büntetést, és mondták, hogy ez az egészen más, más jelentéssel bírott. Hát... Az, az, tényleg nagyon nagy baj, és ebben tökéletesen igaza van Viniciusnak, hogy, hogy emberek, akik ezt hétről hétre mondják, csinálják, és nem mindig csak az szüli hogy hazasétálnak utána, és nincs igen. következménye. Tehát nincs semmiféle következménye, nincs eszköz. A... Így célos, van, és, és egyébként, tehát hogyha erre az általános kérdésre kell válaszolni, hogy mit lehet kezdeni ezzel, hát az első számú tett, vagy amit mindenképpen érdemes lenne, az az edukáció, tehát hogy mindig azt gondolom, hogy tanítani és nevelni az embereket, de ez nyilván egy ilyen nagyon-nagyon elvon dolog, Hát büntetni. Párat kizállni, ki, kellene, így ki van. kell szedni, ahogy a van. Ki, ki, kitiltottak szurkolókat, már Tehát azért klubok. A mikrofonokkal, kamerákkal felszerelt stadionokban azért ez nem lehetetlen, hogy kiszúrd azt, hogy ki volt az a rendbontó, aki ezt, ezt megcsinált. Ez az egyik. A másik pedig szerintem még csak tényleg egy gondolat ehhez a Vinicius ügyhöz, hogy azért ez annak is szól természetesen, hogy én nagyon méltányolom azt egyébként, hogy kiáll-e a Téma mellett, hogy bele mer állni ebbe a témába, hogy nyilvánosan erről nyilatkozni mer. De, hogyha ezt valaki megteszi, legyen az politikus, bármilyen közszereplő, akkor sajnos azzal számolnia kell, hogy a társadalom egy része nem fog vele egyetérteni, és az a része, aki nem ért vele egyet, az lényegesen hangosabb lesz annál, mint amelyik, amelyik támogatja vagy nem ért egyet vele. Szerintem nem kell olyan nagyon-nagyon messzire menni, akár itt a magyar válogatott kapcsán Gulácsi Péter pontosan ö, ugyanilyen, vagy legalábbis ehhez hasonló ö, témában került a kritikák keresztüzébe. Úgyhogy szerintem ez egész egyszerűen ennek a következménye, és ha már itt arról beszéltünk, meg azt mondtad itt az előbb, Krisz, hogy, hogy ebben nagyon fontos, hogy tisztában legyen az ő ö, minden szavának a súlyával Vinicius, akkor ezt is meg kell értetni vele, meg neki meg kell értenie magától, hogy azzal, hogy ő fölvállalta ezt a harcot, azzal ezt a szemetet is sajnos. Meg példát kell mutatnia. Tehát én azt gondolom, Igen. és nem tudom, hogy mennyire hangosak azok a társak, én nem hallom igazán a hangjukat, akik ott vannak akár klubtársaként, és hasonló cipőben járnak, vagy járhatnának. Én Ancelot itt hallom legtöbbször, aki mindig kiáll mellett, hogy mennyit kap ez a fiú kintről is, pályán belülről is. De ezt Tehát így is kell lehet, hogy neki kell előre mennie, de az, az például egyébként nem volt teljes a történet olyan szempontból ez a mádáondás sztori, hogy, hogy az semmiképpen sem segít, amikor nyilván egy kapus átlép egy, egy reklámfeliratot a kapu mögötti területre kilépett, a pont de láttam, és igen. megragadta a grabancát, és utána miután kiállította a játékvezető, sajnos a szabályok szerint ki kellett állítania, úgy szedték le az emberről a csapattársak, akkor meg akarta verni a bírót. Tehát, hogy ez volt a következő uh -huh. lépés. Ez szerepel a játékezető jelentésben. Tehát, hogy ez semmiképpen sem jó irány, mert ez azokban, akikben ellenérzések vannak, ne adj Isten, azokban még, még nagyobb ellenérzéseket szül. Tehát ez egy azért mondtam az elején, hogy ez egy hihetetlenül borzasztóan nehéz szituáció. Már olyan szempontból, hogy könnyen félremagyarázzák, bármit is mondunk, vagy félremagyarázható az. De én nyilván az alap... Ugye a rózsaszín világban az milyen szép lenne, hogyha, ha ilyesmi nem történne, de, de sajnálatos módon ezeknek a számát lehet szerintem redukálni, megszüntetni, nem fogják a lelátóról érkező szidalmakat. Én minden esetben nagyon, nagyon adom, hogy Vinicius Junior 23 évesen ebbe, ebbe ö, Mindazok tükrében, és, és mindazokat itt véve, amit ti is elmondtatok. Viszont azt is elmondtad, Krisz, hogy nem játszhatott tegnap, mert el volt tiltva az a meccs után. Úgyhogy Rodrigo oda kerülhetett a bal oldalra, az Atletic Bilbao ellen. Rodrigo lőtt egy duplát, igazából két nagyon szép gólt betalált a Brazil válogatottban is. És hát az a helyzet, hogy most akkor ott van az a bal oldal. erről már beszéltünk, de de veled nem. Hát mi lesz Rodrigoval először is? Tehát elférnek én... ott hárman. És én már azt is ö, olvastam a közelmúltban, hogy esetleg eladják majd, vagy ő szívesen elmenne, Mbappé érkezését követően. És ez azért bennem elég komoly kérdéseket vet fel, mert én hihetetlenül értékes játékosnak tartom mindenféle szempontból. Emberileg is a csapatra gyakorolt hatása is nagyon jó. És Ancelotti már mondta hetekkel ezelőtt, hogy majd jönnek azok a gólok, amik az utóbbi időben elmaradtak, amikor fontos lesz, mert ő. Tényleg az a típusú játékos, aki a bajnokok ligája. Hát majd a City ellen, ahogy szokta, nem? Így van. <laughs> Másfél hónapja nem lőtt most gólt, pedig előtte egyébként egész jó szezonja volt, Igen, pont ezért, kezdte. mert mert hogy most neki is játszania kellett, úgymond. De ez hogy a baloldalról hogy ne ugyanazt hozza, mint mint Vinicius Junior, az egészen döbbenetes. Hát más stílusú játékos, ugye, kire gondoltál, hogy három ember a baloldalról? Igen, a Mbappé a harmadik. Én öt belül tudom elképzelni igen, hát ezt, ezt és, és hogy, akkor, hogy, hogy, így működhet, hogy Vinicius a bal oldal, a MVP középen, és akkor is És akkor mi lesz hozzá hát, ő most is azt a szerepet tölti be, hogy bejön. Leginkább csereként most Brahim Há jó, de hát, Ja, hogy értem, hogy, hogy félted? É, én nagyon. Igazából azért bele kell nyúlni akkor egy picit majd hát, a, hogy el kell adni a érd. A La <laughs> a, a második és a harmadik legtöbb lett Vinicius Junior, és rodrigo -i. Wow. De más, más. Tehát, hogy Rodrigo helyből is úgy cselez, tényleg Viniciusnak inkább a lendülete szerintem az, ami, ami, meghatározó. Rodrigo is zseniális. Bár tegnap az atletik elleni mérkőzéseken mások is olyan cseleket mutattak be, hogy tátott szájjal figyelte az ember őket, mint hogyha egymást akarták volna felülmúlni ott a hajrában. Nico Williams viszont nem volt, és azért ez egy elég, hát, elég sima meccs lett így a végére. Szerintem van összefüggés. Most oké, okay, hogy Unai Simon nem védett, de hétvégén Kupa Meccset, Kupa Döntőt játszik az Atleti. És valószínűleg ennek jegyében a válogatott mérkőzések után akkor inkább ő pihenőt kapott. De Nikó az utolsó pillanatban dölt ki, és az ő sebessége azért viszonyatosan hiányzott az atletiknek. Ugye a Bilbao-jakról azt tudni kell, hogy, hogy a primérában övék a legnagyobb intenzitással játszó csapat. Tehát a legtöbb gyors futás az övék egyáltalán nagyon sokat futnak magas tempóban, és ebből sokat nem láttunk. Tehát azért a szelet elég szépen kifogták a vitorlájukból a madridiak. Igen, de ez a hétvégi kupadöntő, ez szombat este, ugye a szezon első kupadöntője a Liga kupát leszámítva. Érdemes azért nézni, mert azt az egy dolog, hogy atletik szurkolók leutaznak szeviába több száz kilométer, de hogy a majorka drukkerek is mind a több mint 25 ezer jegy, azt hiszem elkelt. Tehát, hogy nagy nagyon nagy meccs lesz. Két olyan csapat, amelyiknek máshol esélye nincsen trófeát nyerni. A, a majorkának esély. még azért a bennmaradása sem százszerzalékos, ahogy nézem igen. ott az alsóházat. Na, de hogy kicsit kiugorjunk Spanyolországból, volt itt azért egy... City Arsenal is valami... Hát azt el tudjuk három sorban. hát nagyon Igen, ebből a szempontból szerencsés, hogy nagyon sok minden nincs azon megbeszélni. Azt egyébként igen, amit Guardiola mondott a előtt, hogy kilenc napos pihenővel készül a Real Madrid erre a Manchester City elleni bajnokok ligáján egyet döntőre, és a Manchester Citynek meg közben azért egészen komoly feladatai vannak, mint például ez az Arsenal elleni meccs. Hát azért az... Hát itt még azért a... Jó. Hát itt azért a reális játszott, ezen kívül van még két meccs a Citynek. És ugye közben a kupadöntő miatt nem rendeznek forduló a Spanyolországban, tehát a, a, az észrevétel, vagy ha úgy tetszik, kritika, az jogos. Hát nem is a kritika, ez kicsit ilyen ilyen, hát ilyen ö, magyarázkodásnak vagy? Ja, ilyen... meg azt mondta, hogy ez ellen valamit, mint hogyha ezt mondta volna, nem? Hogy ez ellen majd valamit ö, tenniük kell. Igen, Ami egyébként nyilván. Nem megvalósítható, mert nem közös a versenyrendszere az összes Hogyne. európai. Ja, igen, a Barcelona az, edzőként ez még annyira nem <laughs> volt igen. fontos számára, vagy vagy. Hát, hogyha beleg, gondol, való. Igen, ha belegondolunk, akkor ugye például annak idején, amikor ment ez a mourinho Guardiola párharc Spanyolországban, akkor folyamatosan ez terítéken volt, hogy akkor ki melyik nap játszik, ki igen. játszik hamarabb, hány nap pihenőd van a bajnokok ligájához képest, a bajnoksághoz képest, és ez most akkor, amikor két külön országból érkező csapat jön, akkor ez nyilván kevésbé harmonizálható. Itt ugye a meccsel kapcsolatban azért, ami a legszembetűnőbb volt, hogy Ártéta mennyire engedte a labdabirtoklást és a dominanciát a Manchester Citynek. egészen hihetetlenül alacsony volt a labdabirtoklás, a 27%-os, annak az árzelának, amelyik egyébként domináns focira van felépítve. Az első félidő 15. percében volt a meccs legnagyobb helyzete, az is egy szögletből, Aké, okay, és összesen háromszor sikerült eltalálni a kaput ezen a meccsen a két csapatnak, ami azért egy meglehetősen alacsony szám. Azt szeretném látni, most ez hirtelen jutott eszembe, nem tudom, hogy néznek-e ilyen statisztikákat, de hogy meg lehetne nézni, hogy az átlag magasság és az átlag súly a játékosoknál az mennyi volt, és hogy a Top 5 bajnokságban volt-e ilyen az elmúlt időszakban, tehát ilyen átlagmagassággal is ilyen. Uh, hát egy súlyabíró... kicsit csökkent a Citynél, amikor ugye AK kiválása miatt Rico Lewisnak kellett beállnia <hül> a, a, az első félidő közepén. De igen, tehát hogy ez egy nagyon jó felvetés, mert szerintem az Arsenal ebben lépett előre óriásít az előző szezonokhoz képest. Ugye Declan Rice és Havertz érkezésével azért sokkal több fizikalitás, került Ártét a csapatába, és ezt ellensúlyozandó szerintem Guardiola próbálta arra ügyelni, hogy ne legyen meg az Arzenálnak ez a fizikai fölénye. Nyertek meg kulcs pozícióban párharcokat az Arzenálasok, de 59% volt a Manchester city javára megnyert megnyert párharcok száma, és körülbelül a földön és a levegőben ez ugyanolyan arányban történt. Tehát ö, erre is próbált ügyelni Guardiola, hogy emiatt ne billenjen el. Ami szerintem mind a kettő csapatnak a szándékában állt, hogy azt látjuk, hogy az Arsenal harcolja ki a legtöbb ilyen szituációt, és a legjobban is értékesíti a pontrugásokból szerzett gólokra gondolok. Nekik van a legtöbb pontrugásból és szögletből szerzett góljuk, de olyan szinten készültek föl egymás ellen, ugye mind a két edző hatalmas hangsúlyt fektet erre, és nagyon érdekes, hogy a az Ártéta életrajzi könyvben szerepel az, hogy annak idején állítólag, amikor a Manchester Cityhez került, akkor ő erőltette ezt nagyon, és Guardiola akkor még nem tulajdonított ennek akkora jelentőséget, hogy igenis legyen külön pontrugás elemzőjük, külön olyan edző, aki leedzi ezeket a szituációkat. És ugye nem véletlen, hogy az a Nikolás Zsover, akit annak idején a Manchester City-hez vittek, őt Ártéta vitte oda is, meg aztán az árzenához is később, ő, hogy őt tartják az egyik legjobbnak ebben a szakmában, meg a tekintetben, és hát ennek is ö, volt a következménye az, hogy ilyen szinten fel voltak készülve a csapatok egymásra is, tehát nem tudták azért meglepni a másikat. Ez mindig jó móka, amikor valaki olyannal játszol, aki pontosan is, köz, <laughs> Igen. is közelről, Igen, egy ugyanúgy ez is egy, öltözködsz. Ez meg. egy nagyon érdekes <laughs> dolog, meg egy nagyon érdekes felvetés, mert ö, ugye, talán ez az a a része meg az, az az eleme a játéknak, amiben amiben még mindig nagyon sok fejlődési lehetőség van. Tehát pont két olyan innovatív edzőről beszélünk, akik felismerték azt, hogy igen, főleg ilyen holdpontoknál mekkora előnyt és lehetőséget jelent az, hogy kibillenti a meccset egy pontrugásból szerzett gól. És szerintem itt van valahol a, a, az igazi plusz, amit itt az előbb említettem, hogy ezeket a szituációkat érdemes elemezni, és egyébként tök jó volt tegnap, amikor mindig elámulok ezeken a láligás élő statisztikákon, hogy ott a szögleteknél, amikor a Bilbao elvégezte a szögletet, hogy kiírták, hogy mennyi a kis szögletek, mennyi a rövidre, mennyi a hosszúra, berúgott szögletek aranyát, hogy van ebből egy hatalmas számköteged, és akkor abból tudsz valamerre elindulni. De miután kitaláltad azt, hogy neked mi a legalkalmasabb egy ilyen szituációban, utána kell egy edző, aki megtalálja erre a legalkalmasabb játékosokat. Ki érkezzen a rövidre, ki a hosszúra, ki merre mozogjon, ki figyeljen mondjuk a másikra. Nyilván a fociban nem szabályos az elzárás, de hát mégis látunk ilyen pontok uh -huh. el szituációknál számtalant, uh -huh hogy véletlenül pont odaáll uh -huh. a kapus elé, véletlenül pont úgy blokkolja a, a másik játékos mozgását. Tehát egy ezeket is külön-külön ki kell tervelni, le kell edzeni. És ugye most hallottuk például a legújabb hírt, hogy erre az elemzésre, nem az edzésre, mert hogy ahhoz valószínűleg még ember kell, erre a mesterséges intelligenciát használják a Liverpoolnál, Ö, és hogy ez még mekkora lehetőségeket rejt magában a jövőre nézve, hogyha minden csapatnál egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetnek ezekre, mert bármennyire is ez ilyen magától értetődőnek tűnik, a Premier league sem alkalmaznak minden csapatnál pontrugó hmm. specialistát. Például Posztekoglu ugye egyáltalán nem használ a Tottenhamnél, de a Brightonnál Dezerbi sem hisz ebben. Kéne egy ilyen mitosz írtok műsor, most erre jutott eszembe. A múltkor valakivel vitatkoztam arról, hogy a 16-oson belül szabálytalanságnak vél dolgok, ugyanazok el, mint amik a mezőnyben szabálytalanságnak vél dolgok, és én olyan nagyon határozottan állítom, hogy az, ami a szögleteknél történik, az már rég túl megy egy határon, tehát hát, az elzárásokkal meg ezekkel, és mezőnyben látnál ilyet, tehát hogyha áttennénk azt a két játékost mezőnybe, akkor ez az, hogy ami a mezőnyben fajt, az a 16-oson belül is fajt, az már réges régen. Hát de álló szituációban, hát, ér és ér ha valaki réges. nézte ezt a tegnapi meccset, ezt a Manchester City arsenal amit Akanji és Ryan művelt egymással a szögletek előtt, amikor még csak a helyezkedés ment, tehát két kézzel lögdösték egymást. Tehát hát ez az, az, mint a hokibunyóknál, hogy mindenkinek megvan a maga igen. párja, csak itt konkrétan elkezdenek bunyózni, amikor neki fut a, a játékos és a sarokban. Hát már csak a, a kezdő pozíciónak a, a szerepe is óriási fontosságú ezekben a helyzetekben, hogy honnan indulsz, Azt honnan olyan? rugaszkodsz el, és ha ott már elcsúsztál egy kicsit, akkor, akkor tehát ugye annak idején, annak idején három hete a Manchester City így szerzett gólt. Vagy a bocsánat, a, igen, a Manchester City a Liverpool ellen. Hogyne. Hogy ne? Uh, hogy Aquí kitolt a, a így, van. Rövidről így van. Mondjuk az nagyon nagy védekezés volt szerintem, de itt ezt nem elemeztem még, mert nem volt rá módom, de hát azért itt is, aki az öt és felesen belül, az volt messze a legnagyobb lehetőség Egy a mérkőzésen, hogy, hogy ott hogy maradhatott -e ennyire üresen. Hozzáteszem, hogy a, azért, hogyha így végigpörgetjük, a veszélyesebb támadásokat. Akkor nagyon érdekes, hogy alig volt az Arzenálnál a labda, meg végigvédekeztek, de nem volt kevesebb veszélyesen alakuló támadásuk, sőt, még megkockáztatom, hogy talán darabszámra több is volt, mint a Citynek. Hát igen, a 86. percben troszár előtt adódott talán a legnagyobb igen. helyzet. Nagyon-nagyon kevés átmenet egyike volt, mert hogy arra nagyon figyelt mind a két csapat szerintem, hogy ha lehet, akkor lendületből mondjuk előre passzokkal, tehát egy ilyen kontrakcióval ne tudjuk. Hogy azzal ne, de, de, volt olyan is egyébként, amikor pont azért vágtam most a szabadba, amikor uh, egy keresztbe rúgott labda, pont egy ellendületes akció, és Gabriel Jesus dobta magát szerintem későn egyébként, hogy nem tűnt lehetetlennek, hogy odaérjen, mert jó helyre rúgták azt a labdát. Szóval... Pont az, ő... az egyik, kedves, hogy Gabriel Jesus, hogy teszem, egy kedves hallgatón küldött egy üzenetet. Ugye Drury-ról beszéltünk már, hogy hogy milyen előre megírt ilyen kis versikéi, meg meg kis balladái vannak, amikor közvetít Piotr yeah. hogy hogyha a húsvét napján Gabriel Jesus gólt szerzett volna a Manchester City ellen, arra vajon mit mondott volna? <gül> <gül> arra, arra mi volt bekészítve neki? Azt nem tudom, most meghallgattam, megnéztem a Match of the Day és ott uh, Guy Mowbray hangja az teljesen elment, és úgy kommentálta le az egész meccset, nem is értettem, hogy hogy bírja ki, az. majd hallgassatok bele. Ja, de, igen. Hát, de ő BBC. Igen, 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 igen. Na mindegy, ezt nem áruljuk el, hogy azt honnan szoktuk látni <laughs> az. arról is. Csak annyi még itt a visszatérve arra a Guardiolás nyilatkozatra, hogy azért annyiban, ha nem is igaza van, de hogy főhet a feje ezt az ekésérülést, hogyha nézzük, hogy Stones sincsen, Walker sincsen jelen pillanatban. Azért az gond? Hát igen, és úgy, hogy Walker és Stones egy válogatott időszakban sérült meg, nem egy válogatott meccsen, mert Walker a brazilok ellen kellett, hogy lejöjjön mindjárt a meccs elején, Stones meg a belgák ellen. azt a meccset az pont én közvetítettem, és nem is értettem egyébként azt, hogy, hogy azután, hogy őt le kellett hozni, egyetem miért ültette a padra őt Guardiola, hogy ilyen ijeszgetésnek, vagy... Mert hát, ugye megsérültek, és nem stones hozta be, tehát nem volt olyan állapotban valószínűleg, hogy, hogy meg hát egyébként egy középső védővel nem úgy szoktál, hogy akkor na majd, mint egy csatár, behozom az utolsó 20 percre, és akkor... Hát Militao most visszatért a Real hát, ott annak egy kicsit más funkciója volt. Mennyi, mennyi 11 hónap után? Igen, vagy, ugye? tehát ugye a, hát nem, nem volt annyi talán, de hogy a szezon a elején Nem, pont ez az, hogy nagyon gyorsan vissza. és de egy pár napja még, igen, és pár napja még hiszen. arról írtak, hogy hát lehet, hogy a City ellen se játszik. És most is így, tehát, hogy akkor miért? miért Jó, de nem? egyébként a Real Madridnál azért ebben a szezonban vannak ilyen, ilyen csodával határos gyógyulások, tehát most tehát uh, nem, nem egy... az, az, hát ami nem, de, de, de... sérült, újra megsérült. De, de, róla is azt mondta Áncs hogy ettől függetlenül... Nagyon gyorsan, százalban. tehát játszat. ők egyszerre sérültek meg tulajdonképpen Militánval, néhány nap eltéréssel, vagy talán egy hét eltéréssel, és ő már talán vissza is jöhetett volna, hogyha nincs az újabb uh, probléma. Sőt, eszem, hogy az első gól után Rodrigo ment ünnepelni a kispathoz, és nem csak ő, hanem az egész csapat gyakorlatilag pintuszmestertől mestertől úgyhogy neki mindig jár az ölelés. Valahogy mindig csodát tesz. egy utolsó dolog, még azért a klasszikerre kétszer erejéig térjünk ki, mert 13 pont lett ugye a Leverkusen előnye, erről már beszéltünk. Arról, hogy itt micsoda összeomlás zajlik Münchenben, arról azért még nem. 2014. április óta tényleg unásig ismételjük azt minden egyes alkalommal, amikor ilyen klassziker van, hogy ma már megint a Bayern, ma megint 4-0, 5-0, 6-0, és most ez nem így alakult, 2-0-ára nyert a Dortmund az Allianz arénában, Kimich nyilatkozott, teljesen vetetetlen számomra ez a produkció, a második fél idő olyan volt, mint egy barátságos meccs. Mi játékosok haza kell, hogy menjünk, és meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mégis mi volt ez. Én a második fél időt láttam pont, és... Uh, Kimiken is magán ezt éreztem, hogy, hogy olyan komolyabb intenzitás, meg elszántság. De ezt, ezt tudom, hogy ez ilyen marhaság kívülről megítélni. az, aki akarta jobban ja, a persze, de, igen, csak hogy, hát de hogy a, a játékosok testbeszéde az... Nem lehet látni egy csomó szorolyat, amire én is ezt mondom, hogy mint hogyha mint hogyha nem toltak volna bele minden. Meg Tehát, mint hogy hogyha még... nem hinnék el, hogy uh -huh. itt, itt van keres. Tehát inkább én nekem ez szokott lenni az érzésem, hogy olyan azért van, meg olyan előfordul, mint ahogy minden emberrel is, bármilyen tevékenység közben, hogy hát ez majd ilyen nap, ma nem... Nem, de nem, az nem a vicc, hogy, hogy, azt hiszed, hogy ezt, ezt, csak így szemre látod, és tegnap pont a Real ez volt, hogy mintha Bellingham nem, nem adna bele mindent. Tehát, hogy látszott, hogy Real Madrid sem 110 on pörög, és a meccs után ott elmondta Pontán Csalotti, hogy ja, hát Bellingham azért annyira nincsen 100%-os állapotban, tehát mondták neki, hogy Csináld, játszál, játszál jól, de, de azért 110 százalékot ne. Hát valószínűleg Kimichéknek nem mondtak ilyet. Tuhelék, éppen. Ott nem más az hiszem, eredője én. ennek a problémának. Én se hiszem, hogy ez lett volna, de azért ebben meg talán benne van az, hogy, hogy ahogyan a különböző nyilatkozatokból, akár ebből a mostani Kimichből, vagy Tuhel szinte bármelyik nyilatkozatából kiderül, azért nem tökéletes a harmónia. És itt most, hogyha a, ennek a relációnak minden szereplőjét nézzük, akkor szinte mindenhol vannak olyan kisebb vagy nagyobb konfliktusok, amik, amik toxikussá teszik ezt a, ezt az egész közeget. Ö, és ebben hát nem tudom, szerintem nem lehet jó edzői sem dolgozni, játékosként sem és vezetőként sem biztos, hogy meg tudod hozni a megfelelő döntést, mert most az, az nem nagyon jó, hogyha, hogyha azt mondanád, hogy itt az utolsó néhány fordulóra elküldöd az edzői stábot, vagy az, hogy, hát, hogy illetve, néhány játékos játékost megbüntetsz. vagy a a. tehát, hogy egy döntőre is, azért azt se felejtsük. És el. így van, tehát hogy egy, ráadásul egy nagyon-nagyon fontos meccs következik, mondjuk uh, az Arsenal ellen az, az egy nagyon érdekes, uh, meg egy nagyon erőság, úgyhogy nem lehet elengedni ezt semmiképpen, és uh, szerintem is őrültség lenne itt a Bayern vezetők részéről azt mondani, hogy akkor engedjék el Thomas Tuchelt, mert, mert nem tudom, hogy tudnának-e találni olyan helyettest, aki most megfelelőben fölkészíti a zárzenál ellen ezt a, ezt a Bayern München. Viszont az meglátszik, hogy, hogy ezt a szezont, ezt a Bayern szépen elengedte. Már mint a bajnokit. A 2024-es, a naptári év mini tabelláján hatodik a Bayern. Hatodik, azért az döbbenet. Na jó van, a Bayern elengedte, mi is elengedjük most már ezt az adást, mert hogy megyünk dolgozni. Köszönjük szépen a meghallgatást. Mindent köszönünk. Jövünk majd. <laughs> Minden elbúcsúzol, vagy mi történik? Hát igen. Kicsit, de ilyen lemondó arra. Igen. Első. Mindent köszönünk. Mindent köszönjük. Nem, nem csak arra az, azon gondolkodtam, hogy kell -e még valami szolgálati közleményben mondanunk, de szerintem nem. Ti, ja, tudtam, hogy akartam valamit. Nem Mész Liverpoolba. Megyek bizony holnap. Jó, jó utat. Sziasztok. Nem így akartam befejezni. Ez a műsor a Béton közösség tagja.